Sziasztok, én Jay-Z vagyok, ez itt a Royal Movie Studio. Én pedig Spiller, köszöntünk benneteket szeretettel. Mai adásunkban pedig nem másról lesz szó, két filmet is hoztunk nektek, ami nem más, mint az Alien Covenant. És hát utána pedig a Karib-tenger közé Szalazár bosszúja című filmmel fogunk foglalkozni. És hát én sajnos mind a két filmmel kapcsolatban úgy vagyok, hogy kicsi hiányérzetem volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem tetszettek a filmek, de hát akkor vágjuk is bele az Alien Covenant-be. Így van, akkor most maradjunk az Alien Covenant című filmnél. Hát én is úgy voltam vele, hogy nagyon vártuk, tényleg jó, hogy elkészült, kellett ez a folytatás, és még kellene is fog a folytatás, de valahogy a Prometheus újdonsága volt, és több izgalmat is rejtett magában, és minden esetre én nagyon örülök neki, hogy Ridley Scott felélesztette ezt az Alien kultuszt. Ugye a Prometheus sok kritika érte, hogy jó, nem jó-e. Hát a Covenant-tel úgy voltunk, hogy kicsit hajazott a Prometheus eseményeire is, de igen, hát igen, ez igen. Kellett is, hiszen 10 évvel járunk a Covenant eseményei, 10 évvel a Prometheus után játszunk. Így van, és hát azért Ridley Scott is próbálta a Prometheus hangulatát visszaidézni, hiszen nem véletlenül ugye ezek a előzmény filmek, mert ugye van 4 eredeti Alien filmünk, és most amit ugye újra néztünk, újra néztük őket, nagyon kellett, igen, de ugye most Ridley Scott 4 előzmény filmet készít, amiből ugye már 2 megvan, a Prometheus és a Covenant. Nem véletlenül volt simán Prometheus a előzmény film címe, nem pedig Alien Prometheus, hiszen ugye ott még az Alienekből nem kaptunk túl sokat, de a Covenantból sem annyira, de mégis az Alien filmet már oda tette. A Prometheusnál azért sem tette oda, mert az egy ilyen meglepetés film volt, tehát sokaknak a film végéig nem is derült ki, hogy egy Alien előzményről van szó. A Covenant űrhajó az űrt szeli, egy új élhető bolygó felé, amely nem várt neutrinó kitörés. Ezek a kis csibészek, a neutrinók! Amit egy csillagbegyulladás okoz, az űrhajó súlyosan megsérül, és a legénység kénytelen a kb. 7-8 évre tervezett hiperállomból hamarabb ébredni. Fognak egy kétes eredetű rádiójelet, amit visszakövetve találnak egy csodás, lakható, élhető bolygót, ám hamarosan rá kell jönniük, hogy az új világ veszélyesebb, mint azt először gondolták, és hát itt találkozunk Daviddel, a Prometheus expedíció utolsó túlélőjével. Így igaz, és hát ugye a film közepekül van egy aprócska csavar és fordulat is a filmben, azt nem szeretném elsütni, hogy micsoda. Viszont van még egy érdekesség ezzel a filmmel kapcsolatban, ugye Ridley Scott még nemrégen bejelentette 3 hónappal ezelőtt körülbelül, hogy még 4 Alien filmet tervez. Nos, májusban most már ez a 4 Alien film, ez már csak 2-re szűkült, tehát akkor ugye most úgy állunk, hogy van a Prometheus, van a Covenant, és akkor a harmadik lesz az Alien Awakening, de viszont abban az lesz az érdekesség, hogy ez nem folytatás lesz, hanem a Prometheus és a Covenant között fog játszódni, 2019-ben jön a mozikba, hogyha minden igaz, és akkor 2021-ben lesz egy lezárás, egy negyedik rész, az pedig az új Alien trilógia után fog játszódni, és az végérvényesen lezárja a történetet, körbeér a történet, és teljesen össze fogja kapcsolni a régi Alien filmekkel, és akkor így hát lassan, de biztosan, de eljutunk a 8. utas a Halál című filmig. Hát ezt én is nagyon kíváncsian vállom, hogy hogyan fogják összekapcsolni a részeket, és hát szerintem most akkor én legalábbis azt venném sorba, ami tetszett a filmből, és ami nem, mert ugye az elején mondtam, hogy egy kis hiányérzetem volt, ami tetszett, a karakterek, ugye sokan mondták, hogy kicsit lejjebb adták a karaktereket, szerintem ez nem igaz. Fassbender alakítása nagyon jó, és nekem nagyon tetszett ez a Assassin's Creed-es haj, nem az a szőke, hosszú hajú, akkor a zene, ami nagyon tetszett, mindig pont a legjobb pillanatban harsant fel egy ilyen hát ellenes lágy zene. Próbálták a feszültséget növelni. És hát maga a látvány, az Alien, ami most még vadabb. A látványvilág az gyönyörű volt, persze. És hát ami ugye Prometheus-nál működött, az itt is, egy kicsit pluszba is adott hozzá a történet. Tetszettek ezek, amit ugye a csávó összetaposott, és ez a kis vírus, ami belement a fülébe. És hát sajnos ennyi, ami viszont nem tetszett, a kiszámítható végkifejlet, amit ugye mondasz, hogy egy csavar van a végén. Igen, olyan csavar is fordulat van a végén, ami igazából már a film 90%-ánál ugye, ami kiszámítható volt, és lehetett rá számítani. Nem fogja senki hanyat vágni magát attól a csavartól, fordulattól, de biztos, hogy valakit meg fog lepni. Az időhúzás, a filmben rengeteg időhúzás. Nagyon elhúzzák ezt a például filmet. Például ez a furujázás, amit a két robot művelt, ez szerintem kár egy hát film az, két órás. Egy furujázás miatt legyen egy film negyed órával hosszabb, főleg egy Alien film,
Tehát ez valóban nevetséges. Teremtők hiánya, amit már beszéltünk a moziból kifelé, vagy attól hogy függetlenül, egy kicsit többet kapunk, de a nem. Prométeuszba, hogy bevezették, felvezették őket, a Covenantba ezzel a lendülettel el is tüntették őket, tehát ők már nem léteznek, kihaltak, kész. Pedig mindenki ezt várta a legjobban, hogy ezt mivel magyarázzák, mivel a Prométeusz végén a teremtők, tervezők bolygójára indulnak el, mindenki kíváncsian várta, hogy ott hogyan élnek, kik vannak, hányan vannak, hogyan tervezték az embereket, hogyan tervezték az alieneket, és nem, hogy válaszokat nem kaptunk a Prométeuszra, hanem a Covenanttal még több kérdés merült fel. És hát még az akció, ami nagyon kevés volt szerintem, de ami van, az pedig brutális, csak kevés. Tehát itt is próbáltak egy kicsit felvezetni. Próbálták már az valódi igazi alieneket. Egy kicsit több akció kellett volna. Próbálták, hogy mondom, már a tényleg az igazi alieneket felvezetni valóban, de hát Ridley Scott még így, hogy több kérdés merült fel, ahelyett, hogy megválaszolta volna a dolgokat, még így is húzza az idegrendszerünket, ugyanis ugye, amit már említettem, nem egy folytatás fog készíteni, hanem egy Covenant előzményt, ami a Prometheus és Covenant között fog játszódni, és ugye ez 2 év múlva, vagy 4 év múlva fog érkezni pedig a Covenantnak a folytatása. De hát ugye azt sem fogjuk tudni, milyen formában és ugye hány évvel fog utána játszódni, és lehet, hogy nem fog megmagyarázni semmit, még több kérdést vet fel, még akkor is, hogyha összekapcsolódik a régi Alien filmekkel. De hát a rajongók számára ez csak jó, hiszen most nem derültek ki dolgok, de hát reméljük majd azért a negyedik rész végére azért már arnyoltabbat részt kapunk. Minden esetre, aki számára egy kicsit csalódás volt a Covenant, vagy akinek esetleg a Prometheus is, biztos és nyugtassa magát az, hogy legalább bővült az Alien univerzum is. Így van. És ami a legnagyobb szívfájdalma, az James Franco elintézése, akit így hát egy-két percen belül szépen... Az már valóban egy cameo jelenetnek mondható, hiszen olyan kevés volt a játék ideje, hogy az a prológus, amit a YouTube-ra feltettek tőle, még azt sem kapta meg. Tehát még a filmben is szerepet kb. 2 perc volt a játék ideje, az is felvételen. Hát ezt nagyon sajnálom. Nagyon hamar elintézték. Ez nagy átverés volt. Úgyhogy hát most az Alienről igazából többet nem tudunk beszélni, mert nekünk is van egy hiányérzetünk a filmmel kapcsolatban, de talán a harmadik, negyedik résszel majd több minden meg lesz magyarázva, hiszen igaz, hogy valóságban 5 év telt el, de a történetben 10 évvel később járunk, tehát sokkal több dolgot kell megmagyarázni a Ridley Scottnak, majd a harmadik, negyedik részben mind, amire mi számíthatnánk. Hát lesz mind a pótolniuk. De hát akkor is itt leszünk veletek, és tudósítunk majd. Sziasztok! Bízunk benne, sziasztok! Ridley Scott filmje. There was a Covenant.